Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az összes lényegtelen dolog között a foci messze a legfontosabb. Ugye ezt második János Pál mondta, és hát itt a labdarúgó világbajnokság kellős közepén mi másról beszélgetnénk, mint a labdarúgás, illetve a labdarúgó világbajnokság, illetve a sport és a gazdaság kapcsolatáról. Vendégünk András Krisztina, sportközgazdász. Tisztelettel köszöntelek. Hát igen, ezt a sportot egyfajta fanatizmus jellemzi, én azt hiszem, hogy az egész világ erre figyel mostanság. Nézzük meg és beszéljünk arról, hogy mit jelent egy országnak. Ugye Oroszország a becslések szerint 2023-ig mintegy 30 milliárd dolláros pluszt kap, és azt hiszem, hogy ez mindent elmond erről az eseményről. Nagyon fontos ezt megint távlatokban nézni. Ugye 2010. december 2-án született a hivatalos döntés a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségtől, hogy a 2018-as világbajnokság helyszíne Oroszország lehet, illetve egyben akkor már megjelölték, hogy a 2022-es helyszínünk Katar, illetve azóta tudjuk, hogy és a következő, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó szervezik közösen, és ezeknek mind jelentőségük van, hogy a föld mely részére megy éppen a világbajnokság, és ugye az események sorozata is, hiszen egy olyan országról beszélünk, amelynek történelmi tekintve pontosan tudjuk, hogy nagyon komoly történelmileg vitatható helyzetekben lehetett főszereplő, és a sport meg egy ilyen csodálatos eszköze lehet annak, hogy mégis egy egészen más arcát mutassa meg, és akkor ez kiterjed diplomáciailag, kiterjed gazdasági értelemben, de kiterjed a társadalom szintjén, és ugye nagyon fontos, hogy elindult olimpiával, hiszen mind a két olimpiát, mind a nyárit, mind a télit elmondhatja Oroszország, hogy rendezett. Elindult egy sikeres kazanyi vízes világbajnokság szervezésre, amit egyébként a hazai vízes világbajnokságnál is sok jellemében példaként említettek annak a szervezését. És nem felejtsük el, hogy Forma 1-es futamuk is van Szocsiban. Így egy egészen távlatban erre az egész folyamatra, valóban a most zajló futballvilágbajnokság rakja rá a pontot, és jól látszik, hogy valóban ennek nagyon komoly befektetési háttere is van, de ezek a befektetések igazán nem lehet, soha nem lehet, hogy csak a sportról és egy sikeres rendezvényről szóljanak, hanem nagyon sokat használjuk a nagy események kapcsán az örökség kifejezést, amiben nagyon sok minden van, benne vannak a sportlétesítmények, de azok hosszú távon fenntartható működés. Lám most látszik is, hogy a mostani VB-nek ez az átlagos nézőszáma, ez a 43-46 ezer közötti, mondják, hogy az előző VB-hez képest alacsonyabb, de ne feledkezzünk el két dologról. Az egyik, hogy ezeknek a stadionoknak az összbefogadó képessége kisebb, mint akár az előző két világbajnokságé, illetve egy picit áthelyeződött nem csak a médián keresztüli nézettségre, hanem ezekre a fanfestekre, azaz a szurkolói zónákra, amelyek szintén több-több tízezer embert egy egészen más hangulatban mozdítanak meg, tehát ugye valóban elmondható, hogy ezeknek a létesítményeknek olyannak kell lenniük, amelyek utána hosszú távon fenntarthatók, illetve látjuk, hogy kihelyeződnek ezek a fesztiválok, ünnepek a stadionon kívülre is, és akkor még nagyon tudatosan olyan helyszínekre helyeződik, amelyek bemutatják egy városnak a valódi arcát, lüktetését, és egy hihetetlen ünnep egy ilyen, hiszen messze több nemzetnek a szurkolói, nézői vannak a helyszínen, mint akik egyébként kijutottak a világbajnokságra, bár ebben a szempontból is érdekes a VB, hiszen a létszáma növekedő volt, de ilyenkor tényleg a legkülönbözőbb nemzetiségű, és az azt jelenti, hogy más kultúrából jövő, más vallási, más értékrendben hordozó emberek, és mégis egy ünnepként vannak jelen. Azt gondolom, hogy az sem véletlen, hogy amikor kiderült 2010-ben, hogy Oroszország lesz a 18-as világbajnokság helyszíne, akkor egy nagyon komoly nemzetközi diplomáciai hullám elindult. Sokan az angol száz országokat sejtik és mondták mögöttük, ugye az egyik legnagyobb vesztes akkor nagyon magabiztosan kandidáló angolok, és hogy milyen finom és
izgalmas az élet, hiszen az angolok ott vannak a világbajnokságban továbbra is esélyesként, sőt most a túl már a csoportkörön és az első kieséses szakaszon, amikor újra számolják az esélyeket, akkor bizony második legesélyesebb nemzetként mondják, és az a lenézett, ugye, amikor kiosztották az oroszországi helyszínt, akkor nagyon sok vád érte hirtelen a FIFA-t. Többek között elhangzott az, hogy soha ilyen gyenge helyen álló labdarúgó válogatott ország nem adott helyet világbajnokságnak, hogy akkor 61. helyen voltak a rangsorban, és nem ilyen szép fricska, és a sport ettől is gyönyörű, és a labdarúgás ettől is gyönyörű, hogy ez nem ilyen egyszerű, mert ugye egy hihetetlen taktikájú mérkőzésen jutottak tovább az oroszok, ami megint egy olyan izgalmas, katartikus közösségi élményt hozott. Egyébként érdekes, mert nem is annyira a stadionban, tehát azon a mérkőzésen az orosz szurkolókat nem mondhattuk volna, hogy 12. játékosként voltak jelen, de ami utána történt az országban, a fővárosban, az az együtt ünneplés, azt egy picit mi is emlékezhetünk rá a 2 évvel ezelőtti futball Európa bajnokságon, amikor a magyar válogatott szerepelt sikeresen. Tehát azok olyan katartikus élmények, ami talán az induló felvetést is alátámasztja, hogy miért is más a futball az összes többi sportághoz képest. Az orosz továbbításról annyit, hogy az ágrajz kérdése is, mint tudjuk, meglátjuk, hogy mi következik. Általában, amikor infrastruktúrális beruházásokról beszélünk egy-egy labdarúgó világbajnokság kapcsán, óvatatlanul is a köznapi, tehát a sportkedvelő ember a stadionok állapotát vizsgálja, elsősorban befogadó képesség, tehát Moszkvától Kazanyig, Nizsgyi Novgorod, nem sorolom. Ugyanakkor ez sokkal több egy országnak, hiszen először is valahogy el kell jutni. Ugye az érdeklődés az óriási, tehát világszerte turista csoportok kelnek útra, és ott töltenek x napot, ahhoz kell szálloda, kapacitás, éttermek, stb. Én azt gondolom, hogy ez az a plusz, amit nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ez sokkal többet jelent az adott rendező országnak. Ugye szintén a rendező országgal kapcsolatos első vád volt, hogy hatalmasak lesznek a távolságuk, egyébként ez a brazil világbajnokságra is jellemző volt, tehát egy ilyen eseménynek a kompakt bonyolításánál ugye nagyon fontos, hogy az egyes stadionok között, vagy tehát a távolságokat hogyan oldják meg. Ugye erre alapvetően a helyi repülőjáratokat egyaránt javasolták, illetve az ezt kiváltó vasútvonalakat. Ugye itt is, hogyha felépül egy olyan vasútvonal, amelyik ráadásul ugye egy extrán gyors, mint amilyen a moszkvai és a Szentpétervári közötti szuper express, akkor ugye ne felejtsük, hogy ez nem csak ilyenkor, amikor a futball VB zajlik, hanem az utána is szolgálja egyrészt az ott élőket, másrészt valóban egy-egy ilyen eseménykor meg lehet látni egy országnak és annak lakosainak a valós arcát. Ugye, amíg nem megyünk el egy országba, addig hajlamosak vagyunk nagyon erősen hinni annak, amit akár a média vagy a különböző tudatipari formák sugallnak, és ahogyan mondtam, ugye ezt nagyon különböző lelkület vezetheti. Amikor viszont ott vagyunk egy ilyen országban, és megismerkedünk az ember, akkor sorra olvashatjuk, mert ugye ebbe se felejtsük el, hogy most arra már az üzeneteket nagyon sokszor maguk az ott levők írják a különböző közösségi médián megosztott élményeikkel, Instagramra feltöltött fotókkal, különböző kommentekkel, és akkor kiderül, hogy ilyen nagyon szép pillanatokat lehet megélni, hogy a kint levő orosz kisfiú azért, mert kolumbiai vagy brazil színekkel volt az arcán, ezért kap egy meszt. Én azt gondolom, hogy ezek azok a számszerűsítetet élmények. Ez egy olyan világban, ahol látjuk, hogy olyan geopolitikai, meg olyan erős feszültségek vannak, egyébként nagyon jellemzően gazdaságilag, gazdasági okok miatt támasztottan. Ott valóban egy futballvilágbajnokság az a sportnak az ünnepe lehet, és megmutat egy országnak egy valós arcát, és utána egyébként, ami ilyenkor közvélemény kutatásokkal, a Forma 1 néppel visszatérően kérdezik, hogy honnan jönnek, visszajönne látogatni ismét az országot, akár egy következő futamnál, vagy egyéb módon, akkor nagyon sokszor visszatérő választ kapunk, hogy most meglátott egy országot, egy élmény kapcsán, és szeretné akár a most kapott élményeken túl még jobban megismerni. Gyakori vád, hogy a rendező ország az infrastruktúrális beruházásokat nem tudja kihasználni az eseményt követően.
Ennek egyébként ellentmond, ha már Oroszországnál vagyunk, hogy a Szocsi téli olimpia beruházásai, a nagyszerű csarnokok, jégcsarnok jelen pillanatban, legalábbis a tudósítások alapján igenis kihasználtak, találtak rá módot és lehetőséget, hogy mit csináljanak benne az olimpia után, tehát nem kell visszabontani feltétlenül. Mi várható Oroszországban, hiszen azért látjuk, hogy egy óriási területű országról van szó, mi el sem tudjuk képzelni egyéb iránt, és ugye a nagy távolságok okán teljesen mindegy, hogy Kazány például szinte bizonyos, hogy majd a későbbiekben független attól, hogy a Rubin Kazány elég gyengén szerepel ugye most az orosz bajnokságban, és nem biztos, hogy meg tudják tölteni azt az 50 ezeres stadiont, de tény, hogy egy-egy város jellemzi és kiemeli, hogy egy világbajnoki helyszínnek adhatott otthont, és abban a stadionban játszhatnak majd később. Ugye stadiont is megkülönböztet, és ugye ne felejtsük el, hogy ugye a futballnak vannak a világbajnokságon kívül is nagy eseményei, most ugye ez a válogatottak nagy eseménye, de ugye ha klubokra gondolunk, akkor ott van a Bajnokok Ligája, ott van az Európa Liga, amelynek a döntője ugye mindig egy-egy különböző országnak valamely városát, nagyvárosát választja, ami megint egy nagyon-nagyon szépen ismét egy másfajta életet ad ilyenkor egy stadionnak, és ugyan hangzott, ugye lehet ezeket a kapacitásokat más módon is átmenetileg bővíteni, mondtam a szurkolói zónákat, vagy ugye nagyon sokszor vendéglátóhelyeken ugyanúgy kivetítési lehetőség van, köztereken kivetítési lehetőség, illetve ma már az építőipar az olimpiánál ez nagyon meg is látszik a sok-sok megszületett fehér elefántnak köszönhetően, és ugye bejárja a sajtót ezek a ki nem használt létesítmények, és mert azért nagyon nagy lehetősége van az átmeneti ideglenes létesítményeknek. A katari világbajnokságról tudjuk, hogy ugye teljesen túlzó lenne felépíteni annyi stadiont, hiszen egy jóval kisebb léptékű, most a földrajzi kiterjedettségét tekintve, gondolom ország nem nincs szükség 10-12 stadionra, tehát átmeneti visszabontható létesítményekkel dolgozik majd. Tehát most már a facility management, a technológia és a versenykírói is másfajta előírásokkal írják egy-egy ilyen eseménynek a megrendezését. Fontos, hogy nyerességet generáljon egy ilyen esemény? Ugye eljutunk oda, hogy a nyereség az gyakorlatilag mindig a bevételnek meg a kiadásnak az összevetése, és az a dolog, amikor számszerűsíteni kell dolgokat. Az, hogy miket számszerűsítek, milyen módszerekkel és milyen feltételezés mellett, az nagyban befolyásolja, hogy végén ez a szám mekkora pluszban, egy nullába vagy egy mínuszba, és azt elismeri a szakirodalom, attól komplex ez a hatásrendszer, mert az időnek a hatása, meddig tart, és mikortól kezdem el, hiszen gondoljuk el 2010. december 2-a óta azt mondhatja Oroszország, hogy a 18-as világbajnokságnak ez a 11 város, ez a 12 stadion lesz a helyszíne, tehát kommunikációban nagyon-nagyon régóta használhatja a logóját az eseménynek, tehát egyrészt az a hatás sokkal előbb az építőiparra, amikor a fejlesztésekkel indulnak, munkát adnak, egyébként a fejlesztések visszatérő adóbevételeket a költségvetésnek. Utána van maga az esemény konkrétan, amikor zajlik ezzel kapcsolatos költések a világ minden pontján. Tehát megfigyelték, hogy az elektronikai vásárlások, és a televízió és a követési eszközök, amivel nézhetjük ezeket az eseményeket, ilyenkor az emberek előszeretettel vásárolnak, veszik meg. Ilyenkor a vendéglátó helyiségek nem csak ott, ahol zajlik az esemény, hanem a globusz másik pontján is lehet, hogy más jellegűen megyünk el étteremmel, barátainkkal és nézzük az eseményeket. Tehát egy olyan globális hatása van maga az rendezvényhez kötődően, és akkor ugye azokról a dolgokról, hogy közvetítési jog, ezekről a már megszokott bevételekről most ugye nem is beszélünk, egy sportág népszerűsödik, egy ország márkája megy, és utána még ennek a hosszú távú hatása is megvan. Tehát visszatérve, amikor ezt várjuk, hogy most megéri, nem éri meg, akkor az egyik problémát azt jelenti, hogy mit számszerűsítünk, és milyen hosszú távon, milyen módszere befolyásolja. A másik, hogy a hatások egy része a szakirodalom láthatatlan hatásoknak hívja, és általában pont az ilyen láthatatlan hatások, azok nagyon nehezen számszerűsíthető. Mire gondolok? Most az oroszoknak, az orosz embereknek, ugye a Szovjetunió szétválása óta, ugye ez az egyik első nagy sportban, és nem akármilyen sportban aratott sikere, ez biztos, hogy az önbecsülést, a nemzeti
önérzetet, az identitás tudatot, és mint mondtam, diplomáciai erőt. Ezeket hogyan számszerűsítjük? Mennyiben számszerűsítjük? Kell egyáltalán számszerűsíteni? Ugye ez nagyon furcsa, mert közgazdászként mindig azt várják a közgazdászot, hogy számokat mond és gazdasági összefüggéseket. Egyébként ezzel tudok egyetérteni, de a számokba bekényszeríteni és csak ezek alapján dönteni, hozni egyébként emberi döntéseket, azt én nem tartom helyén valónak, és mondom, ez különösen furcsán hangozhat egy közgazdász szájából, de tudni kell, hogy a közgazdász hivatás az azért egy liberális közgazdász, és tudatosan egy liberális közgazdászt idézek, ő azt mondja, hogy a közgazdász feladata az, hogy segítse a társadalmat céljainak hatékony elérésébe. Nem gazdaságról beszél, nem tulajdonosokról beszél, hanem a társadalomról beszél, és az, hogy hatékony elérés, az megint egy veszélyes, mert nagyon sokszor a hatékonyság, az a verseny kiszelektál olyanokat, ami a társadalomnak pont a védett része. Tehát azt gondolom, hogy a közgazdásznak tudnia kell, hogy mi az ő feladat, és az meg nem csak a gazdasági racionalizmus. Aki pedig pusztán putyinozik ilyenkor, az magára vessen mondani. Tekintsünk egy kicsit ki a résztvevő országokban lévő hatásokról. Rendkívül fontos nekünk, kívülállóként is nagyon is jól tudjuk, ezzel telnek a mindennapjaink. De azok az országokban is megmozdulnak tömegek, akik ugye nem tették meg ilyen-olyanok miatt, hogy elutazzanak a világeseményre, ugyanakkor otthon ugyanazt teszik, mint mi. Először is ülnek a tévé előtt, vagy külön kialakított szurkolói zónákban nézik a meccseket közösen, hiszen ez egy társadalmi esemény. Szerintem ebben kiváló példa most először világbajnokságra kijutó, egyébként 335 ezer lélekszámot magának tunó Izland, amely egy fantasztikus, mert nézték, hogy a lakosság, ami ugye elég könnyen számszerűsíthető, hány követte, és közel 99%-ot mondtak, hogy az izlandiak valamilyen formában, egyébként nagyon nagy számba el is mentek a helyszínre, de követték a saját válogatottjuknak a szereplését, ami ráadásul rögtön egy nagyon nagy történelmi és izgalmas dolgot hozott, hiszen az argentinokkal kezdtek, amely megint, hogyha csak a sportnak a lefutottsága és a szimulációra néznünk, akkor nem kérdés, hogy mindenki azt mondta volna, hogy egyértelmű argentin eséllyel, és akkor játszottak ugye egy olyan egy-egyet, ami hozta az első izlandi világbajnoki válogatott gólt, és kezdtük cincálni azt a válogatottat, és derült ki, hogy az olyan játékosok vannak köztük, akik egyrészt az északi bajnokságban akár megfordultak profiként, de most félprofiként hivatásuk gyakorlása mellett futballoznak, de megint olyan sztárok alakulnak, a megszokott sztárok mellett, olyan ikonok, akik azt gondolom, hogy az emberekhez közelebb álló példaképek lehetnek. És lásd, ugye Finn Bogason már is leigazolta a Fradi, a legjobb srác úgymond egy izlandi és figyelünk rájuk. Viking fiú lett. Egyébként én ezzel nem csodálkozom, hiszen azt tudnunk kell, hogy Finnországban, illetve Izlandon 30 ezer igazolt labdarúgó van, ami azt jelenti, hogy a lakosság 10%-a, és ha hozzászámoljuk ehhez az ő családjaikat, akkor jószerivel a lakosság fele valamilyen formában érdekelt a futballban. Mi lesz itt, ugye a kézilabdában tudjuk, hogy egy világverő csapatuk van, egy nagyszerű európai szinten is nagyszerű csapatuk. De igen. Nos, ha Izlandon túl megyünk, azért vannak még olyan országok, ahol ez kiemelt. Ráadásul olyan, ahol a nemzeti identitás mindennél fontosabb. Gondolok a dél-amerikai országokra. Tehát Uruguay, Kolumbia és így tovább, tehát ez nagyon fontos, a brazilokról ne is beszéljünk. De ott is voltak a helyszínen, tehát ugye azért, ha megnézzük a visszajelzéseket, hogy a stadionban mely nemzetek voltak leginkább jelen, ugye ezt az angolok is elmondták a mérkőzés után, hogy annyira azt érezték, hogy hát nem hazai pályán vannak, mert a kolumbiai drukkerek a hangulatukban, ahogyan végigéltették a csapatot, gyakorlatilag, mintha otthon játszottak volna. De egy másik érdekes statisztika, amit most már a VB kapcsán lehet olvasni, hogy az alkoholfogyasztásban mely szurkolói sereg volt kiemelkedett, meg a mexikóiakat említették. Tehát valóban ugye egy ilyen elképesztő, és ugye azért itt nagyon komoly távolságok vannak, és arra is szerintem egy szép ricska, hogy lehet, hogy beindul egy diplomáciai negligálás, mint ahogyan beindult, hiszen most látszik, hogy ismét meghívást kaptak a döntő, vagy a mostani körbejutó csapatoknak az államfői, és arra halljuk, hogy
hogy elmegy, nem megy el, mi a válasza rá, de gyakorlatilag a hétköznapi embert ez nem érdekli. Aki megtehette és el akar menni, az jegyet váltott, és az ott van a helyszínen, és átéli ezt a hatalmas, nagy multikulturális ünnepet mindentől függetlenül. És az én szívem még azért örül, mert egyelőre szurkolói rendbontásokról nem hallunk. Hiszen holott ennek a féltünk már. Ez a féltünk, tehát itt is elnézést, de szerintem a tudatiparnak a hergelése igen. rendesen benne volt. Ugye mutattunk egy EB-re, ahol ugye valóban a márszei helyszínen ugye az angol és az orosz szurkolótábor szépen erősen, és ugye ott is úgy volt, hogy felvezetett volt, hogy készültek erre, és ezek készült atakok voltak. Én nagyon sokszor azt érzem, hogy ezek hergelt, és akár ilyen, hát olyan értelemben megrendezett, hogy a hatására figyelő dolgok, és egyelőre ennek nagyon, szerintem nagyon nagy az öröm, hogy ahogyan nézzük a helyszíneket, és az együtt ünneplő szurkolókat, vagy akár egymást vigasztaló, hiszen olyan képek is bejárják a közösségi médiát és a sajtót, hogy az egyébként továbbjutó vigasztalja. Nem csak a pályán, hogy a sportolók és a futballisták, akik lehet, hogy még az előző pillanatban egymás ellen harcoltak, aztán megfogják egymás kezét, és gratulálnak egymásnak, hanem ez a nézőtéren is lezajlik, hogy tudja vigasztalni a győztes a látszólag vesztest. Igen, ha így veszük, tehát az angol és az orosz szurkolóktól tartottunk, de tudjuk, hogy Churchill és Stalin se értett mindenben egyet. No, tehát akkor ott tartunk, hogy megvizsgáltuk azt a részt természetesen kivonatosan, hogy mi minden történik. Én most megköszönöm, hogy velünk tartottál, és a következő beszélgetésben pedig folytatjuk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Természetesen az első résszel nem ér véget ez a beszélgetés, amelyet a labdarúgó VB-ről készítünk András Krisztinával, hanem folytatjuk. Úgyhogy minden jót, viszontlátásra. Jó.